Köszöntöm a nézőket, Közélet közelről című műsorunkat látják. Az augusztus végi beköltözést követően Paks egyetlen kollégiumában is zökkenőmentesen indult a 2021-22-es tanév. Az ESZI kollégiumban a tanév kezdete előtt évek óta komoly felújítások zajlanak. Korszerűsödött például a fűtésrendszer, és a mosdók is megújultak. Az intézményt fenntartó alapítvány az idei nyáron is igyekezett minden olyan feladatot megoldani, amellyel a bent lakó 200 diák komfortosabb körülmények között töltheti a mindennapokat. Az elmúlt időszakban valóságos építési területté alakult az ESZI kollégium több helyisége is. A fenntartó alapítvány ugyanis jelentős összegeket fordított felújításokra. A cél az volt, hogy a tanév kezdete előtt komfortos, megújult környezet fogadja az ide beköltöző diákokat. Mindig nagyon büszkén beszélek az ESZI-ről, mint fenntartó, az ESZI intézmény fenntartó és működtető alapítvány nevében, hiszen 9 épületben zajlik az oktatás, illetve az elszállásolás, az egészségvédelem, a sport, és nem csak a kollégiumban, hanem a többi intézményünkben is nagyon gondot viselünk arra, hogy minél jobb állagú és minél szuperebb környezetben, munkakörnyezetben tanuljanak a diákjaink, illetve dolgozzanak a kollégáink, munkatársaink, akiket ugye tavaly június óta már oktatóknak nevezünk a technikumban. Ez az épület, a kollégium, nagyon régi, 44 éves, annó munkásszállásnak épült ugye az Iker testvérével együtt itt mellettünk, tehát a 35 éves ESZI-t is túlmúlja. Ezért, mivel annak idején ez egy nagyon minőségi épület volt, nagyon figyeltek akkor erre az atomerőműben is, hogy a legmagasabb színvonalon építsék meg, de sajnos ugye mint minden épületre szükség van a karbantartásra, a felújításra, és nagy örömmel mondhatom, hogy a kuratórium, hiszen ugye mi egy magániskola vagyunk, kuratóriumi fenntartással, aki a stratégiai szerv és meghatározza az irányokat úgy tanügyigazgatásban, mint az üzemeltetésben, pénzügyi dolgokban is. Mindig figyelmet fordít a kuratórium elnökével, Mittler István úrra az élen, hogy az atomerőművel, mint az ingatlan tulajdonossával egyeztessen, hiszen mi alapítvány, a karbantartásokat végezzük a 9 épületünkön, az ingatlan tulajdonos, MVM Paksi Atomerőmű pedig továbbra is nagyon gondos gazdaként figyel arra, hogy a diákjaink most is jó helyen éljenek. Azt gondolom, hogy ez a kollégium, annak ellenére, hogy 44 éves, összehasonlítva más kollégiumokkal, én is éltem kollégiumokban, egy igazán jó színvonalú kollégium, köszönhetően ezeknek a felújításoknak. Készülve a télre és a hideg őszre fűtéskorszerűsítés is zajlott, de ezen kívül nemrég a világítás megújítása is megtörtént, tájékoztatott az ESZI intézményfenntartó és működtető alapítvány ügyvezetője. Mindig prioritással élve, itt is mindenféle felújítást végeztünk, tovább korszerűsítve a fűtést, a radiátor szelepeken, illetve a világítást is, hiszen az is nagyon régi volt már. A villamos hálózat is már megújult, most pedig az armatúrákat cseréltük, most már minden 4,5 szinten úgy szoktuk mondani, megújult a világítás is. De azon kívül ugye a gyerekeknek is el szoktuk mondani, hogy kérjük, hogy az, amit felújítunk, azt a környezetet óvják, illetve vigyázzanak rá, hiszen próbálunk minél hatékonyabban üzemeltetni. Így víztakarékos csapjaink vannak, például arra is nagyon büszkék vagyunk. Az atomerőmű felújította az összes nyílászárót már itt a kollégiumban, illetve a fürdőket is. Tehát igaz, hogy ez egy 44 éves épület, de azért sok olyan felújítás, karbantartás történt, ami az itt lakhatóságot azért komfortosabbá teszi. Tudjuk, hogy az alapfeladat az a 200 diákunknak a ellátása, reggeli, ebéd, vacsora, és az itt élés,
valóban azzal, hogy legyen itt azért mód egy kis szakkörre, egészségnevelésre. Nekünk az is nagyon fontos, hogy a gyerekek a szabadidejüket is, mint a második otthonban töltsék, és ehhez is próbálunk segítséget adni, és nem csak a felújításokon keresztül, hanem mindig büszkén mondom, hogy évi 5-6 millió forint van a pénzügyi tervünkbe, amiből az ESZIS diákok, ebben nem csak a kollégisták, hanem a többi is, ez a kb. 640 fő, részesülhessen a kiváló tanulmányi vagy versenyeredményeikért, és akkor ezt vissza lehet forgatni. Ahogy mondtam, az alaptevékenység a kollégiumban az, hogy itt éljen az a 200 fő, de természetesen, mivel ez az egy kollégiuma van Paksnak, ezért úgymond diák szállásként is működik, tehát hétvégeken, illetve a szünetekben. Két évvel ezelőtt még mondhatom, hogy teljes kapacitással működtünk. Ugye sajnos bejött a COVID-19, és volt egy 478/2020-as rendelet, ami után nem szolgáltathattunk ilyen tevékenységgel. Egyébként a www.eszi.hu fenntartónknál a tevékenységeinkről lehet olvasni, és ott lehet látni azt is, hogy igen, olcsó áron biztosítunk szállás lehetőséget, amivel sokan élnek, de sajnos a tavaly évben erre egyáltalán nem volt mód, az idejében pedig minimális, úgyhogy aki tervezett előre, ugye mivel nem tudta biztosan, hiszen június 16-án módosult a törvény, akkor lett megengedőbb, nem tudták igénybe venni. Van azért szállás lehetőség, ajánlom mindenkinek, hiszen bent ezekben a szobákban van egy vízcsap, tükör, természetesen felújított ágyak, matracok, de azok is elhasználódnak, az eszközöket is javítanunk kell, cserélnünk kell. Úgyhogy nem csak az ingatlanjainkon végzünk beruházásokat, hanem a minden épületünkben az eszközállomány, tehát közösen az infrastruktúra ugyanolyan nagyon fontos ahhoz, hogy ez élhető legyen, és olyan diákokat képezhessünk, akik itt is szeretnek élni, illetve utána mindig azt mondjuk, hogy a szakképzésből jól képzett emberek, technikusok menjenek ki tőlünk a munkaerőpiacra, amelyet mindig örömmel mondunk, hogy nagyon szívesen látják az ESZI-ben végzetteket, úgy a felsőoktatásban, mint azonnal technikusként a munkaerőpiacon. No, ehhez tesz hozzá ez a kollégium a többi nagy beruházással együtt, hiszen ha bár az már más téma, de ha már a felújításokról beszélünk, annyit még szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója Pekári Géza úr is fogékony arra, hogy továbbra is a humán erőforrást jó minőségben képezzék, ezért a tanműhelyeket is nagyon fontosnak tartják ők is, és Mittler úrral egyeztetve mindig már évekkel előre megvan, hogy az idén például az elektrotechnikai laborunkat újította meg teljesen az atomerőmű, úgyhogy reméljük, hogy a tavalyi gépészeti felújítás után most az elektrolabor, aztán sorba jönnek a többi műhelyeink, illetve a számítógép parkunkat folyamatosan növelni és javítani kell. Ez mind segíteni fog abban, hogy az innen kikerülő diákok biztonságosan, jól, jó eszközökön megtanulva tudjanak kikerülni a munkaerőpiacra, akár Pakson, Paks 1-nél, Paks 2-nél, akár a környékén, vagy majd visszajöve újra Paksra, hiszen várjuk őket nagy szeretettel. A kollégiumban a nyár utolsó napján került sor a beköltözésre, ezt követően zökkenőmentesen startolt el az új tanév. A diákok a kollégiumba augusztus 31-én költöznek be minden évben, hiszen ugye szeptember 1-én kezdődik a tanítás, ezt megelőző napon jönnek a diákok, ilyenkor délután 1-től jöhetnek be a kollégiumba, és akkor szép fokozatosan érkeznek, elfoglalják a szobáikat. Természetesen mi ugye a beiratkozók, illetve a beiratkozást követően elkészítjük a szobabeosztást, tehát megvan, hogy ki hová kerül. Próbáljuk úgy elosztani a gyerekeket, hogy a kicsik vannak fent a negyediken, és ahogy idősödnek a gyerekek, ugye jönnek egyre lefele, tehát akik már egészen nagyok, tehát ilyen 19-20 éves, 5 évesek, az övék a földszint, tehát a legkényelmesebb szekció, hogy úgy mondjam. A kollégiumban természetesen rendben mentek a dolgok, apróbb dolgok voltak, amiket kapásból tudtunk orvosolni, úgyhogy nagyobb gond semmi nem történt. Beköltöztek a gyerekek, és mindig az első nap, tehát 31-én tartunk az új beköltöző diákok szüleinek egy tájékoztató szülői értekezletet. Itt a legfontosabb tudnivalókat ismertetjük velük,
és igazából ez tulajdonképpen az egyetlen ilyen hivatalos alkalom a 4-5 év során, amit a gyerekek itt töltenek, amikor a szülőkkel is találkozunk és beszélünk velük, de természetesen egyénileg ők meg tudják azt oldani, hogy felvenni velünk a kapcsolatot, hogyha ez valamilyen okban fogva szükséges. A 4 emeleten összesen 200 diák tölti a hétköznapokat Paks egyetlen kollégiumában. Az intézmény vezetője szerint pezsgő a diák élet. 200 diákunk van a kollégiumban, és hát mondhatom, hogy 100%-on megyünk, hiszen 200 gyerek fogadására van lehetőségünk is, és az a tapasztalatunk, hogy az utóbbi 4-5 évben különösen magas a jelentkezők száma, tehát az idei évben is volt 8-9 eszis diák, akit el kellett utasítanunk, mert sajnálatos módon egyszerűen nem fértek be a létszámba, ami számunkra tűzvédelmileg engedélyezett. A diákok többnyire a Tolna megyéből, Baranya megyéből, illetve a Duna túloldaláról is jönnek, de vannak olyan gyerekeink, akik például balatonfürediek, sőt Szolnokról, Gyöngyösről is vannak gyerekeink, tehát elég széles a spektrum, ahonnét érkeznek ide a diákok az iskolába, és van egy ilyen tapasztalatunk, hogy tényleg egyre többen vannak az iskolában azok a jelentkezők, akik nem helybéliek, vagy nem a környező településekről érkeznek, hanem egész messziről is akár. Mi mindenképpen igyekszünk is támogatni a gyerekeket abban, hogy ami kis szabadidejük van, hiszen ugye a kollégiumban nem csak alszanak a gyerekek, illetve szabadidőt töltenek el, hiszen itt mi délutáni tanulást is biztosítunk, tehát ugye törvényi előírások vannak erre vonatkozóan, hogy milyen délutáni tanórákat kell nekünk a számukra biztosítani, és ugye ezeken nekik részt kell venni, és ezután valóban már kevés szabadidejük marad, de a kollégiumban, ugye itt, ahogy látjátok is, a nagy klubban csocsózni lehet, biliárdozni, dárcozni, pingpongozni, de van egy zeneszobánk, ami 2-3 éve került kialakításra, ahol gitárok, dobfelszerelés, elektromos zongora állnak rendelkezésre, és ott is kipróbálhatják magukat a gyerekek, illetve van egy pici konditermünk az alaksorba, ahol szintén ott pedig sportolni lehet, ugye, aki ezt választja. És hát ugye, ahogy kérdezted, rendezvényeink is vannak, évről évre 4-5 nagyobb rendezvény. Most amiről a legközelebbi eseményünk az a 9. évfolyamosoknak a Szecska avatója, ugye ez a kicsiknek a beavatási szertartása tulajdonképpen, amit a 12. évfolyam szervez, és most szeptember 23-án lesz majd ugyanitt, tehát itt a nagy klubunkban. A diákok mit szóltak a felújításokhoz, illetve a munkákhoz? Azért, hogyha láthatjuk a fotókon az előtte-utána képeket összehasonlítva, jelentős volt a változás, elnyerte az ideköltöző diákság tetszését? Javaslom, hogy őket kérdezzék meg, de én azt gondolom, mert mi is természetesen meg szoktuk kérdezni. Sőt, volt már olyan, amikor bevontuk őket, amikor az eszi kertjét, parkját néhány évvel ezelőtt újítottuk föl, hogy ők milyen ötletet tudnának adni, ők mit szeretnének, hol éreznék jól magukat. Tehát vannak olyan dolgok, amikor megkérdezzük őket is, és természetesen a folyosón, most is megkérdezzük minden felújításnál, hogy na mit szóltok, észrevettétek az újat, és mindig nagy örömmel mondják, illetve írják, hiszen mi több helyen megjelenünk ezekkel a fantasztikus dolgainkkal, amikor az atomerőműségből ex-diákjaink, vagy jelen diákjaink írnak, vagy ugye nagy örömmel mondhatom, hogy az eszi tehetségpont lett az idén, amiben természetesen a diákok munkája a kollégáim mellett is nagyon ott van, illetve amire még nagyon büszke vagyok, és az idei évben, mint már sokadik alkalommal, Tolna megye kiírta a civil pályázatát, ugye mi eszi intézmény fenntartó alapítványként közhasznú civil szervezet vagyunk, vagyis minden bevételünket, ami a hőszolgáltatásból, illetve a szállásból, szabadkapacitás értékesítésbe, a sportcsarnokba, visszaforgatunk az eszibe, számítógépeket veszünk rajta, illetve amit éppen az intézmény vezetése jelez felénk, és mondhatom bátran, hogy hatalmas öröme és büszkeséggel töltött el, amikor az idén külön díjat kaptunk, Tolna megyei civil külön díjat, amiben az volt, hogy nagyon minőségi szolgáltatást végzünk mi az egy fenntartott technikumunkért. Ez erkölcsi elismerés, Mitler István úrra együtt vettük át ezt a díjat, de ebben megszólalt egy diákunk is, aki nagy örömmel mondta, hogy ő úgy érzi, mint kollégista,
hogy az alapítvány mindent megtesz azért, hogy ők is jól érezhessék itt magukat. Hogyha mondjuk az elmúlt éveket nézzük, akkor a diákok mennyire tartották be a fenntartó kérését, ugye, hogy óvják meg azt a szép környezetet, amit be ők beköltözhettek? Én biztos vagyok benne, hogy ebben is büszke lehetek az eszisekre. Ugye azt is nagy örömmel mondhatom, hogy amikor 9-esként bekerül ide egy diák, az rendszerint 2-3-szoros túljelentkezés után történik meg. Tehát azok a diákok, akik bekerülnek, azok tudják már társaiktól, ismerőseiktől, hogy ez egy olyan intézmény, ahol fantasztikusak a körülmények, de itt tanulni kell. Tehát ők elsősorban tanulnak, nagyon jó eredménye van az eszinek folyamatosan, erről igazgató úr tudna alaposan beszélni, de természetesen kérjük őket, és azt is látjuk, hogy óvják a természetet. Egyébként azt gondolom, hogy erre a 14-22 éves korosztályra a környezetvédelem, a klímavédelem nagyon jellemző. Elektromos autók szeretete például, vagy a szelektív hulladékgyűjtés, hiszen már évek óta mi is részt veszünk ebbe, pályázatokon nyertünk ilyet, és a diákjainknak természetesen ilyen napokat is tartunk, amikor döknapon például ezzel foglalkoznak, illetve hát van a környezetvédelmi ágazat, ami tipikusan erről szól, de én büszkén mondhatom, hogy óvják a gyerekek a környezetüket, hiszen tudják, mint például itt is, hogy van egy fajta amortizáció természetesen az eszközöknél, az épületeknél. De mi mindent megteszünk azért, hogy jobb legyen, és ha ők óvják az eszében a fitnessparkot, vigyáznak rá, illetve itt a kis edzőtermüket, a NSZS számaikat, azokat az eszközöket, amelyek itt találhatók a számítógépteremben, akkor nekik lesz jobb. Úgyhogy igen, óvják, és azért még azt is hozzá kell tennem, hogy nálunk hatósági ellenőrzések is vannak. Tehát ugyanúgy vonatkoznak ránk katasztrófavédelmi, a régi ANTS népegészségügyi osztálynak az előírásai, ahogy más intézményekre is, és annak is meg kell felelnünk, ezt is el szoktuk mondani a kollégáknak is, meg a diákoknak is, hogy egyrészt törvényi kötelezettségeink vannak, másrészt saját érdekünk, hogy óvjuk a környezetet. Nem csak a megújult környezet állagának megóvása kap kiemelt hangsúlyt az ESZI kollégiumban, ugyanilyen fontos a tisztasági, higién és szabályok betartása is. A fenntartónak a felelősség általában az intézmény vezetésének a tájékoztatása. Ez mindig megtörténik, és mivel mi fenntartóként egy intézményt tartunk fenn, mi szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel értük, dolgozunk, és ők meg is értik ezt. Csanádi Zoltán igazgató úr, a Bordásné Pap Mónika és Mitlerné Kövér Éva igazgató helyettes asszonyokkal nagyon jó a kapcsolatunk, tehát amikor konkrétan akármelyikkel egyeztetünk, mindegyikőjük tudja és továbbadja, hogy milyen fontos dolgokat kell betartani, legyen az törvény vagy rendelet. Természetesen mi fenntartóként tanügyigazgatásban például a minisztériumokkal egyeztetünk, és amikor a tavaly évben elkezdődött ez a sajnálatos helyzet, akkor először a fenntartókkal voltak a minisztériumok napi kapcsolatban, utána került ez át, ugye a mindennapok miatt, az operatív tevékenység miatt már az intézményekhez, illetve a kormányhivatalokhoz, házi orvosokhoz és így tovább. Mi ellenőrizzük azt, illetve a pénzügyi tervünkben biztosított az ők osztják be, mint önálló jogi személy, de ott van rá az az alap, amit ők fertőtlenítőszerekre, takarítószerekre költenek. Egyébként ezt az ANTS is ellenőrzi, ellenőrizte is az intézményben is, a kollégiumban is. Nagyon jó velük is a kapcsolat, mert látják, hogy igyekszünk és be is tartunk mindent. Én azt gondolom, hogy példaérdekű, hiszen például az ESZI-t múlt héten is oltóponnak nevezték ki, jelölték ki a kormányhivatal által a 12-16 éves korosztály számára is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben is példaértékű az ESZI. Ez volt a Közélet közelről, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!